Sziasztok, Vancák Vilmos vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. Meglepett nagyon, hogy a kezdőben szavazott bizalmat nekem a mester. Próbáltam vele élni, és úgy gondolom, hogy sikerült is valamilyen szinten. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzés volt a mai különbség szórakoztató, mondhatom így is. Sajnos ugye egy kaptunk hibából egy gólt, utána ki tudtunk egyenlíteni, aztán utána megint ugye összehoztunk egyet, de a csapat ment, becsülettel tette a dolgát, a kiállítás után kicsit nehezebbé vált a helyzetünk, de én úgy gondolom, a csapat végig jól futballozott, nem adta fel egy percig se. Sajnálom, hogy vereséget szenvedtünk, mert nem érdemeltünk a mai napon vereséget. Nagyon parás hangulatú mérkőzést játszottunk, mind ugye a szurkolók is nagyon kitettek magukért, és szerintem mi is ezt megérdemelten győztünk, úgyhogy le a kalappal a csapat előtt. Gólpassz után majdnem jöttett egy gól is, mi volt ott a probléma leginkább? Hát igen, ez egy jó kérdés, sajnos erre meg én sem tudom a választ. Tehát reméljük, hogy a legközelebbi alkalommal magabiztosabban fogok oda menni, és be tudom húgni majd az egyszer. Én úgy láttam, hogy kondiciálisan rendben voltunk, sőt azt mondom, hogy fölé is nőttünk 10 emberrel is az ellenfelünk fölé. Bizonyítja ezt, hogy végig tudtuk támadni az egész mérkőzést, és még gólt is tudtunk szerezni emberhátrányban is, valamint még itt voltak lehetőségeink, tehát egy kicsit még ha pontosabbak vagyunk, meg első fél időben is ott voltak még a lehetőségeink, akár 2-1-nél is. Akkor ezt a mérkőzést meg is tudtuk volna nyerni. Mondom, így létszám hátrányban is a srácok minden elismerés illeti őket, mert nagyon jól mentek és jól is futballoztak. Eldönthettük volna 3-1-nél, 4-1 vagy 5-1-re. Én is jobban örültem volna neki, hogyha nyugodtabban kell végigállni azt a második fél idő vége felé, hogy nem 3-2-re fordulunk, de sajnos így megbosszulták a helyzeteink magukat. Összességében úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertük el a meccset, számtalan helyzetünk volt, hogy az utolsó passzokban hibáztunk, tehát az utolsó 20-25 perc volt az, ami Debrecen jobban dominált, de úgy gondolom, hogy összességében megérdemeltük.